Tudod, ki vagyok? Ki ez az Egri Iván? Dr. Egri Iván. Nekem nem igazán a szerelem, az is természetesen, de hogy inkább ennek a férfinak a lelke, meg a világhoz való hozzáállása. Elegáns akartam lenni, sokkal legelőkelőbb társaságokba járni, kegyelmes urakkal beszélgetni, és rejtelmes, gyönyörű asszonyokat ostromolni. És ez az egész egy álom, tehát egy visszaemlékezés. Az alapvető probléma az, hogy ő rossz oldalról közelíti a dolgokat. Ő nagyon a külsőségek oldaláról próbál mindent megfogni. Azt gondolja, hogy nem a tartalom, hanem a felszín fontos ahhoz, hogy bizonyos életpályát vagy valamiféle boldogságot bejárjon az ember. Igazából ennek a történetnek az alapja a regény, viszont van egy-két olyan szál, mivel maga Zila írta a forgatókönyvet is, amit én is átcsempésztem a filmből. Kimondanak valakiről, hogy femme fatale például, és hogy azt szerintem ez a férfi fejében létrejövő kategória. És ez nagyon érdekes egyébként a regényben is, meg a filmben is, hogy valójában ezt a férfi meséli. Tehát ez a figura, amit én játszom, az Edith, ez nem jelenik meg igazából drámai figuraként, mert ez el van mesélve. Arról szól a darab, hogy a boldogságnak mi az útja bizonyos embereknél, hogy valakinek elég, hogyha ő szeret. És tudja, hogy nem ő a másiknak a teljesség, de mégis elfogadja azt, hogy ő szeretheti ezt az embert, és mellette van, vagy pedig az a fontos, hogy őt szeressék. Cecilia von Ralben. Ralben. Ez egy ilyen furcsa asszony, aki tulajdonképpen manipulálja a lányát, és ahogy elmondja róla a kislány, hogy ők játszó pajtások, tehát hagyja őt, de tulajdonképpen el is adja a háta mögött. Nem lesznek táncok, meg ilyesmi, azt hiszem, nagyon erős hangulatok lesznek. Én az irodában játszom, ahol ő dolgozik, illetve bejelentkezik dolgozni, a dr. Egri Iván, a kis titkárnőt. Azért lényeges ez a szál, mert egy egészségesebb, természetesebb, kevesebb vívódással, gondolkodással járó kapcsolat van ott az ottani Csokonai és a Margit között. Csokonait játszom, ő az Ivánnak a barátja lesz, Csokonaihoz megy dolgozni az Iván, és innentől kezdve Csokonai próbálja őt segíteni mindenfélével. Abban elég gyorsan megegyeztünk, hogy a zene az nem egy ilyen technikai átállások elfedésére szolgáló valami lesz, hanem hogy nagyon szorosan a főszereplőhöz kapcsolódó, annak a belső világát megmutató alkotás lesz. Használok egy ilyen különleges technikát, amivel meg tudom magamat sokszorozni. Egy ilyen looper technikát alkalmazok, és így élőben készítek felvételt, és rá játszom több sávot. Úgyhogy egyedül akár egy kisebb vonós zenekar is meg tud szólalni. Egyszerre több helyszín is szimultán meg tudja jelenni úgy, hogy mégis hangsúlyozni tudjuk azáltal, hogy mikor melyik játszik. Nem egy élőképet akarunk láttatni, hanem inkább egy ilyen álmot, vagy egy ilyen emléket is, vagy mintha egy ilyen fotóból megelevednének az emberek. Az egész darabnak a hangulat egy kicsit ilyen időtlen, tértelen, bárhol, bármikor játszható. Az egész előadás alatt az Ivánnak a világát tükrözi, vagy a hangulatváltásait tükrözi.
azért nagyon izgalmas ez az előadás, és azért szeretem, én nagyon szeretem, mert ez semmihez nem hasonlítható, és ahogy én a könyvet olvastam, az is egy világot idézett meg, de ahhoz is például nagyon közel sikerült ezt az előadást színpadra állítani. El is gondolkodta, de ugyanakkor magához engedi a közönséget.